azért az volt az érdekes, hogy hát ez csak ilyen föltévés, hogy amikor későn született, 18 és fél éves volt a nővére. Hát azt hitték a nagynénikém, az úgy halt meg, hogy Erika szülte a testvérét. És a végén úgy váltunk el, még a Petőfi szálláson voltunk, még autóval kimentünk, új volt az autó, új borzas kosár, gyönyörű, szép gyerek, cicomázva, tudod már milyen idősebb mint. Thank you.
Jó évén. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök minden kedves megjelentek. Nagyon örülünk, hogy ilyen szép napunk lett a szép kiállításhoz. Pap Gáspár Keremia kiállításán vagyunk. Én nekem három mondat köszöntöm van, de nagyon fontosat szeretnék mondani. Most ezen a héten van a Városalapítók hete, nagyon sok programmal. Ez az egyik program. Ezt a programot a Horvászló Képzőművészkör adta a programsorozatba. És hétfőn jelent meg egy könyv, a Helyi Értékek könyve, amiben benne van a Horvászló Képzőművészkör. Ez egy büszkeségünk nekünk, és nem kell, de ezzel bizonyítjuk ezzel a kiállítással is, hogy miért vagyunk itt benne ebbe a könyve, Kiskunfi Egyháza Helyi Értékeinek könyvében. Ezzel szeretném ajánlani ezt a kiállítást, folyamatosan rendezünk programokat, és azért, mert így gyarapodik Kiskunfi Egyháza kulturális élete. A kiállítás megnyitására felkérem Szombathelyi Árpádot, ő jó ismerője a kiállítónak, és kérem, ajánlja nekünk ezt a kiállítást. Jó napot kívánok, ott hátul is hallani, ugye, amit kicsit összerezzentem, hogy egy városi program. Ez az első program, talán a városi. Egy hétfőn, nem, hétfőn volt, ennek az átadója volt az első. Most gyorsan át kell fogalmaznom mindent. Megkérdeztem, hogy mennyit lehet beszélni, és azt mondták, bármennyit. Hát annyit fogok mondani, ahány kiállított anyag van itt, vagy hogyha megengeded, jó? Felhívott telefonon a pankástal, és megkérdezte, hogy régi ismerettségünk a tekintettel is, ilyen művészetlenságunk a tekintettel, bevállalni kell egy kerámia kiállítást, és azt mondta, meglepődött, mikor első mondatára azt ígértem, hogy megcsinálom. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy mit is vállaltam el, mert eszembe jutott, hogy a Gazsi nem népi iparművész. Aztán az is eszembe jutott, hogy ezzel szemben viszont hagyományőrző tevékenységet végez. Hogy lehet paralel ez a két dolog. Aztán eszembe jutott az is, hogy amellett, hogy nem népi iparművész, de erősen iparművész is. De az iparművészektől megszoktuk, hogy kortárs munkákat mutatnak be több területen, főként a kerámikusok épületeket készítenek, használati eszközöket készítenek, sőt, iparművészeknek nevezik azokat is, akik a fürdőszobarendezést készítetik el a saját rajzaik alapján. Na hát kellett gondolkodom, az volt az óriási szerencse, hogy legalább egy hónapon volt el, úgyhogy minden nap rászántam egy órán, Gazsi, ezt nem tudom. És akárhogy böndörítettem, akárhogy bodorítottam is a dolgot, mindig az jutott eszembe, hogy azért csak ki kéne domborítani, hogy hagyományőrző ez a Gazsi tényleg. Formái, technikája, díszítő elemei alapján igazolnunk kell valami módon. Mi is a hagyományőrző? És a hagyományőrzés a régi mesterségek, amik még mindig élnek, vagy újra élnek, művelése, egy olyan csoport munka, amivel ha egyedül boldogulna az ember, akkor nagyon-nagyon nagy sláger lenne, de sajnos a hagyományőrzés az csak csoportban megy. Viszont a kerámikusnak, most már nevezzük kerámikusnak a szerzőt, az alkotót, óriási szerencséje van, hogy általában felett helyen dolgozik, nem sokan férnek be, nem kell férni a csoportoktól. Főként a kerámia olyan, hogy rengeteg raktározatú anyagot kell összehozni, legfőképpen az anyagot itt, amikor járogattam körbe-körbe, az egyik hölgy mondta Gazsinak, hogy te Gazsi, én is anyagoztam.
ebben van egy kis spekulatív értelem is, hogy kicsi gyerek voltam, esett az eső, leültem a tócsára is, a sarat dövögyöztem. Ezt se én találtam ki, ezt nekem a bazsi mondta, hogy így kezdődött ez a kerámiai fertőzöttsége. Ez volt a kórismeret. Viszont a dolog nem ilyen egyszerű, mert Vazsi 10-12 éve csinálja csak ezt, és kérdeztem, hogy a család örül, tehát ezt én nem kifejezettem, de megszokták, és most már örömmel töltem mindenkit, hogy a családban van művészember, mert szerintem az itt látható dolgok, műalkotások, amellett, hogy használati értékük is van, és amellett, hogy esztétikusak is, nyugodtan bejegyezhetjük akármelyik művészeti katalógusba a Kaspár nevét az elkövetett munkáival együtt. De hol is tartottam, hogy igazolnom kellene, hogy hagyományőrző, most én hoztam régi anyagokat. Nekem van egy hobbim, az az amatőr régészet. És rögtön felmerülhet, hogy hogy engedik meg nekem, hogy ásvállódjak a régészeti területeken. Nem mások semmit, hanem a mezőgazdasági munkák után, például a mélyszántás, bejárom a területet, és ha hiszik, hanem ezen a környéken minden talpra egy négyzetméter rejt valamit a földben, csak kellően mélyre kell menni. És leginkább a régészet az idő meghatározásra a kerámiát használja, a töredékeket értékeli is, hozzávetően olyan fontos idő meghatározásokat tud tenni, mint a szén-14 izotóp. Elég csak megnézni a mintázatát a leleteknek. És most megmutatom ezeket, jó? Egy fél perc, hogy ide hozzam. Féltem, hogy le fogom helytenni, és nem tudom, hogy mi is érték nekem. Kölcsönkértem a lány mennyi cipőstőmezát. Az én cipőm meg csúszik itt a követetben, nem készült el rendesen. Az is egy mit tesz? Összesödni? Nem. Fogod és én hívózom. Ilyet nem. Ne rángass. Igen. Igen. És akkor megfogod meg nevet. Rángass. Körbe fogom adni. Nyugodtan nézegetek, igaz a kérésem csak, hogy mielőtt hazamennék, akkor jöjjön vissza a dobozba. Ami a kezemben van, Krisztus előtti 6.-8. évezredbeli úgynevezett kőrös kultúrbeli cserépmaradvány. Hogyha kézzel veszük, akkor a Bazsi által készített japán eredetű raku elnevezésű technikához igazodik, ugyanis olyan a szerkezete, mint amit most használnak, egy 1000 fokon kiégetett kerámiát kivesznek a kemencéből, beteszik egy lezárható edénybe, ott lehűl egészen komoly hőmérsékletet, hogy kivesse a szereget, és óriási meglepetéseket okoz a nézőnek, mert a mázak ott az első bemutató posztameseken látható, varázslatossá válnak a folyamatban, ugyanis a lefolytás következtében ezek oxigén nélkül ülnek le, és égnek néve jó ideig, és nem lehet tudni, hogy mi történik velük. Na most a kezemben lévő csipegetett kerámia díszítéses cserép, 8000 éves, de ugyanilyen technológiával, lefolytással készült, egy kicsit feketébbek is vannak. A díszítésekre hívnám fel a figyelmet, hogy női körmökkel megdíszítették a tagyagot, és nálad is látok ilyeneket, Vacsi, hogy nem eszközzel, hanem kétszer dolgozol és díszítesz. Akkor ezt így körbeadom. Ez már hagyományőrzés különben, mert ez egy népi mesterség volt, és ő az iparművészeti tárgyak között mutatja be nekünk, hogy igenis hagyományozódik a technika, hagyományozódik az esztétikai mű, és mindennek az élvezete. Ugrunk egy kicsit 4000 évet, a bronzkor mészkor idejére. Ajánlanám mindenkinek azt, hogy a díszítésekre keresse meg azokat a motivumokat, amik a Tisza folyóhoz igazodnak, mert a Hagyőtől egészen Csongrádig szinte minden tombol lakott település volt. Én a Csontos part nevű települést kutattam, úgyhogy inkább a történetét is írtam le, és onnan valók a cserepek, ezt is körbeadom. Gazsinál szintén ezek a
a geometrikus ábrák kezeltek, de ő is egy kicsit huszán gondolkodik a díszítésre, úgy, amit én a festéssel vagyok, hogy nem szeretem a túlzott precizitást, és ezt látom a te munkáidban is. Ezeket is körülbelül, és a kicsiket is kiszerítettem. Nyugodtan tudom, ezek mind, amiket adok, bronzkori díszítéssel ellátottak, többnyire a víz hullámzását utánozzák. Nyugodtan. Ja, mondtad, hogy meg van számolva? Igen. Azt mondta Bazsa, hogy meg van számolva. És szerintem jó, hogy egyszer tartottam egy előadást is. Egy óromhúzodán nem került vissza. De tényleg, én hiányoknak tartottam, hát én is elhittem volna az autóban. A kezemben fogok egy bronzkori kisedényecskét, na itt van az, ami szintén rád jellemző, hogy már ez az eredeti kora olyan 4-5 ezer év lehet, aki készítette ezt, állam se volt iparművészként gondolkodni. De Lazsi, szerintem te vagy láttál ilyet, vagy álmodban láttál, de nagyon sok tárgyal ezt lehet. Igaz, hogy a technika másodit. Az előbb oda kellett volna adnom a körös kultúrbeli tárgyakhoz ezt a cseréd darabot. Ki lehet találkozni, hogy mi ez a találkozás helyett elmondom, hogy ez egy halász hálósúly. De a díszítésre hívnám fel a figyelmet, és a rakut emelhet még megint csak is a durvában elkészített kerámiákat, például a mögöttem lévő butelláknál is fölmerül az, hogy ez díszített vagy nem díszített. A formája díszíti az állam, és nem az a terület. Ez pedig egy kárga szem cseréből, és ez is megint olyan, mint néhány a tárgyaik közül, az ékszertartó kis szerence, a szögletes vázácska, és az előbb azt hittem a mécses tartóra, hogy azok lesznek a legalább alkotások, elmondta az, nem az eszköz az mécseseimnek valamit. De érdemes ezt is összehasonlítani a kiállított művekkel, és rögtön látjuk, mire gondolok, hogy hagyományőrzésről van szó. És volt még egy tárgy, ami kiment a annak ellen, hogy később akartam, az meg kontrolláskori cserépedény füle volt. Egy 10 cm-es hosszúságú cserép van a valakinek a kezében az itt lévők között, ami két lyukkal át van kurva. Az egy cserépbomlás maradék volt. Az kb. 1000 éves, tehát még a népi alkotói környezetben időben beletartozik. Tehát szerintem ez kellőképpen igazolja azt, hogy ezek a munkák az esztétikai értékükkel együtt műalkotások és történelmiek is lehetnek, és szerintem az alkotójuk, a szerzőjük, amikor készítette, akkor ezzel nem gondolkodott, csak ösztönszerűen csinálta. Mint amilyen ösztönszerű volt az, aki a készített cégviseleteket készítette el. Nagyon fontos a technikából kivenni a fazekas korongot, már csak ezért sem népi. Lehet, hogy másként gondolják, lehet, hogy van akinek más a szakmai véleménye, de a korongon amellett, hogy precízebb alkotásokat lehet készíteni, sokkal gondolább és sokkal szégyenlőbb tartozó munkákat lehet készíteni. Én megpróbáltam korongozni, őszintén nekem nem nagyon tetszett. Ment, de valahogy nem tetszett. Kérdeztem a Bazsit, hogy ő tud-e korongozni, azt mondja, nincs arra szüksége. És kézi korongon, amit, hogyha nem látja a túlsó felét az alkotást, megfordít, akkor ugyanúgy el lehet készíteni mindent. Egyetlen dolog, ami összeköt, az az anyag. Néhány nevet felsorolnék. Csenki Cvalinga István például vásárhelyi népi szecessziós művész, aki iparművészé vált a népi fazekasság nyomán. Elítélték a 30-as években nemhogy rabságra, hanem a munkáit, azt mondták, hogy ez nincs. Most meg könyvet írt volna az egyik mutatókosban, vagy 500 oldal Lázi Jánossal egyetemben. Tehát az idő változik, és a kerámia az örök marad. Senki munkákhoz nem tett senki hozzá semmit, csak gondolatokat. A pap munkákhoz szintén nem tesz hozzá senki semmit, hanem majd te fogsz még rengeteg dolgot csinálni, és amikor az első könyvet megírják rólad, akkor megkapja a korongot.
Nem lehetetlen ez, mert egyedi. Én hány éve lehet, hogy kaptam tőle Kazsi ajándékba egyedétőt? Nyugodtan ide rakhatnám, én szerintem megütött szemlelkét lehetne választani, hogy 5 év alatt mekkorát fejlődött a te munkád, és hogy mennyire fontos elemek vannak benne, amik 5 év alatt érlelték azzal, ami most látható. Ugyanis az autodidaktának ez a sorsa, de a népi kerámiát azt nem is lehet tanítani, nem is lehet oktatni. Az iparművészeti kerámiát meg végképp nem lehet tanítani. Ha valakinek nincs hozzá érzéke, akkor hiába igyekszik. Amellett, hogy törékeny, el is lehet rontani. Ezt a butellát, ami mögöttem van, nem tudom, látja mindenkit. 3 darab olyan népi forma, aminek a népiségét nem lehet kétségbe vonni. Nem boros flaska, nem antropomorf láza, hanem pálinkás butella. Már eleve a pálinka is egy népi dolog. Legalábbis én, amikor pálinkát iszom, akkor én népi hagyományőrző vagyok. Vagy nem? De. Viszont ilyen cizellált butellákat én még életemben láttam. A formát is nagyon szépnek találom. A formájuk egy kicsit hasonlít a pincetokra, nem tudom, tudják, a ládában tartották a bort, annyi volt a láda meg a hordó között a különbség, hogy a ládában üveg volt belerakva, és abban évekig elállt a bor, és ilyen nem középütt van a pincetokban való üvegeknek a bejárata, vagy a kijárata együtt, hanem ugye el van tolva egy kicsit, úgy egy harmad része. Íves az alja, az, hogy van ennek valamiféle technikai háttere, azt nem tudom, de az biztos, hogy akármelyik pincébe pálinka tartással, akármelyik tomba elmenne, és a gyönyörű díszítés sajnálnám, hogy nem látszik, mert esküszöm az enyém volna föl is venném, de így nem merem fölvenni, mert össze tudjuk, hogy körben mutassam, de hogyha erre járnak, emeljék föl a villamaguk, én nem az enyém, és nézegessék meg közelről. Azt mondtam, hogy ez a csúcs pedig nem igaz, mert több csúcsú a te munkád. Amikor körbe sétáltunk és megkérdeztem, hogy honnan került ez a nőies ízlésű 3 váza ide a kemény férfias butellák sorába, akkor azt mondta nekem az alkotó, hogy hát csak úgy egyszerűen rám jött és megcsináltam. Nem is mázasztam, csak engóboztam a zsengével együtt, az engóbot kiégettem és ez vált belőle. Az, hogy képes arra, hogy nőiséget ábrázoljon, az önmagában nem egy férfias dolog, de egy művésznek kötelessége, hogy ne hivaljon determinált munkákat hozzá létre, hanem mindenki által szemlélhető és mindenki jelentő dolgokat. Ugyanígy vagyok azzal a férfias hosszú, azt mondanám, hogy boros üveggel, de tudom, hogy cserépről van, és azt is tudom, hogy az ilyen egényeket, ha nem pálinkát tartottak benne, akkor olívaolaj tartásra használták. De ha már itt tartunk, akkor megnézhetjük a jobb oldalon lévő egy kicsit, hogyha láttatni engedni. Görög vázák ihlette olajtartókat, ott 3 darab van. A felső zöldes árnyalatú, a feketés árnyalatú az még elvenne aratási korsónak, és nekem is van a vételményem, de aratási korsó. Elcserélem én veled azt. A fazék, lekváros fazék is lehetne, de tudom, hogy az olíva olajat ilyen tartályokban tartják. Toszkánában az bármelyik kicsi faluba bemegy az ember vásárolni, irgalmatlan drágán el lehet hozni az edényt is, ha az olajat is megosztja az ember. De mire hazaért, többé összetörik. Legalábbis mindjárt sokkal kisebb edényben. És a bármelyik déli tengerbe az ember le tud merülni 15-20 méterre, egy külnyikóvár szerű, és akkor olyan amforákat minden esetben találhat töredékben. Ráállítólag tilos kivenni, én is kísérleteket tettem, de nem sikerült ilyet találni. A vázazásra is kitérnék. Ha az ember fest, akkor óhatatlanul keveri a színeket. Kazsi rájött arra, hogy az a színkeverés, ami a nyers mázzal történik, valami nincs garancia, hogy ezzel válik, amit szerette az alkotó, mert a tűz az csodákat is tud művelni, de hatalmas károkat is tud okozni. Azért mondom el ezt, mert tulajdonképpen a vége a tárgykészítésnek itt ebben az esetben a máz és a kiégetés, de megvan ennek a maga szakralitása. A föld elem az agyag.
Az éter az az égéshez szükséges oxigén. A máz az az érceg oxidja. Mit hagytam ki? Mondtam az éter, mondtam a tüzet, mondtam, és a víz. A víz úgy tartozik a kerámiához, hogy a végső megoldásban használati eszközként akár váza, akár kanta vagy kancsó is lehetne. A másik, hogyha a víz éri ezt a szerencsétlen kerámiát, akkor szétrobban a forró. Tehát nagyon kell vigyázni rá. Nem tudom, tudják-e, hogy mi a legveszedelmesebb egy kerámikus életében, a 300 fok körüli állapot. Állítólag a hidrogén akkor válik ki a gázformájában, a buborékokban. És én is, amikor égettük a gyerekeknek a munkáját, és láttam, hogy 300 fokon a kemence, kicsit odébb mentem és láttam, hogy durrog. Ha nem durrogott, akkor rendben volt. Ha durrogott, akkor lehetett kemencét bontani és újra csinálni mindent, mert szétrobbant. Gyakorlatilag hidrogén munkát készítettük, én játék hidrogén munkát. Végére érjünk a dolognak. Megnézem az órámat, lassan 20 percet beszéltem, megengedik, hogy abba hagyjam, vagy keresek. Hát ez volt, amit el szerettem volna mondani. Gratulálok ahhoz, hogy Kiskunfélegyházára, ahol a fazekas hagyományok nem voltak túlzóak igazából, mert a környezet az diktálta, hogy itt mással foglalkozzanak az emberek. De a környezetünkben annyi fazekas műhely van, hogy csoda, és Félegyháza is megérdemelt már egy iparművész sok-sok évvel ezelőtt, amit már meg is kapott sok-sok évvel ezelőtt, és ehhez gratulálok neked. És nincs 80 plusz, hanem 80 végtelen. Tulajdonképpen nem az én tisztem, hogy megkínáljam őket bármivel, és igen, az enyém. Láttam süteményeket, bort és üdítőt, és körbenjárás mellett fogyasztást is engedélyeztek. Mindenkinek jó szórakozást és beszélgetést kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem. Nem azon gondolkodok, hogy most hány operációt kell megcsinálni, hanem az, hogy fölerősítjük. És akkor valószínűleg ezzel fejlődik a funkció is. Tehát, amint ahogy ő mondta, óriási fejlődés van. Hát, köszönöm szépen. Nem mondod. Jó van. Akkor állt a Kicsit hangoskodott a fiatal. Gyönyörűeket csinálnál. Nagyon. És hogy mennyire mindegyik más Köszönöm szépen!
hát is igen. Tényleg erre kell, hogy jöjjek, mert gondolom, hogy gyermek is nem tudom. Ha jön. Nem, már más, vagy csak így eresztik ki a cuccot.